Na szevasztok! Hát ma máshogy terveztem a napomat, de van ez a szigetvonat, ami megy vissza Utrecht, így kell mondani, Hollandiába. Ugye? Délelőtt is volt egy, a Stricsinél láthatjátok Rikári vlogon, sajnos én a délelőttire nem lettem hivatalos, hogy így mondjam, pedig be volt tervezve a délelőtti is. De hát mindegy, akkor így lesz egy délutáni, és nyitünk erről a szigetes vonatról igazából semmilyen extra, azon kívül, hogy nyilván egy olyan járat, ami nem hétköznapos. Megvan mindenem? Megvan mindenem. Egyébként én megmondom, hogy én nem vagyok egy ilyen nagy fesztiválozó, soha nem is voltam világ életemben. Én nem tudtam magamat elengedni olyan közegben, ahol nem vagyok otthonosan magyarul, tehát hogy olyan emberekkel veszem körbe magam, legalább nagy százalékban, akiket ismerek. Én soha nem tudtam ilyen diszkókba, meg fesztiválokon, ezért így, mármint hogy jól érezni magam, ezért így igazából rápróbáltam, adtam neki többször esélyt, de engem soha nem vonz az ilyesmi, úgyhogy a Sziget Fesztivál is maximum most itt a vasút miatt lett érdekes, meg régebben azért volt érdekes, mert a szigetes busz, ami bejárt, az Icarus volt, emlékszem, azt még filmeztem is jó pár évvel ezelőtt, ott a K-hídnál. Ami hát még egy érdekesség ugye, hogy ez egy vasúti híd. Hát volt valamikor, ma már nem az. Ja, ennyi. Szóval volt ez a világ legnagyobb problémája, hogy a Fantában állunk kevesebb a narancs, mint azt hiszem Olaszországban. Elméletileg egyébként a Románban, amit kaptam egy kedves nézőmtől tegnap a közönség találkozón, közvetlen Romániából, elméletileg a Románban is ugyanannyi van, mint nálunk. Ettől függetlenül, ha megnézitek, azon kívül, hogy ez kisebb, nézzetek meg, milyen színkülönbség van. Tehát ez ilyen nagyon mesterségesen narancssárgább, mint ez. Nem tudom, hogy melyik lesz a jobb. Úgyhogy én azt mondom, hogy kóstoljunk referencia értékként rá a magyarra. És akkor megnézzük, amíg nem jön a vonatunk. Mindenki hívott már. Nem meglepő ízek. Ezek után kóstoljunk. Mind a kettő hideg. Ezt most vettem itt a benzinkúton, ezt pedig jól eldugtam, hogy hideg maradjon, mert azt otthonról hoztam. De furcsa. Nem azt mondom, hogy nem narancsosabb amúgy. Tehát abszolút nem narancsosabb, mint ez. De közben egy szili, pécsi, de... Pécsi? Pécsi. De a lényeg, hogy más íze van. Tehát nem tudnám megmondani, hogy mi az, ami más. Ilyen kóstolós videóba megy át? Amúgy nem. Ezt jókor mondják be, nem? Egyébként még most is azt mondom, hogy nem tudnám megmondani, hogy mi az, ami már más. Most nyissuk ki. Na, várjatok. Nem akarom, hogy eldőjön. Nyissuk ki ezt, és átmegyünk egy kóstolós videóba. És ezt is. És most akkor... Ez lágyabb. Egyébként érdekességképpen mondom nektek, hogy ebben, ugyanabban a 100 milliben kevesebb kalória van, mint ebben. Úgyhogy valami más. Nézzük csak még a többek között dolgokat. Már amit értek. Várjatok, ezen hol vannak ezek? Ez sokkal jobban tájékoztat a... Ja, itt. Hát, a többi az... Nem látok olyan nagy különbséget. Cukor? Hol a cukor? Ezen hol a cukor? Én nem találom a cukrot, de megkockáztatom, hogy ez nem olyan édes, mint ez. Na jó, nem akarok tényleg ilyen sallai után szabadonba átmenni. Én azt mondom, a román jobb. Kevésbé ilyen mesterséges ízű, kicsit lágyabb. És nem olyan édes, nem olyan bántóan édes, mint a magyar. Vagyis amit itthon kapni.
De hát ettől függetlenül azért az életemet nem nagyon befolyásolja, hogy a román Fanta jobban ízlik. Nem fogok ezért kiszaladni Romániába ezután. Minél többet iszom, annál jobban ízlik. Ez nagyon más. De nem a narancs miatt, mert mondom, elméletileg ugyanannyi van mind a kettőben. Na, jöjjön most már az a szigetes vonat, én azt mondom. Elvileg Rikári is itt lesz a peronon. Ő nem tudja, hogy én itt vagyok, mert én neki azt mondtam, hogy nem itt leszek, de akkor még tényleg úgy gondoltam, hogy nem itt leszek. A negyedik vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A negyedik vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük. A harmadik vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A harmadik vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A harmadik vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A harmadik vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A harmadik vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. A harmadik vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak. Tájékoztatjuk kedves utasainkat és a vonatra várakozókat, hogy a menetrend szerint 16 óra 23 perckor Székesfehérvártól Gőbánya-Kispesti közlekedés G43-as gyorsított szabadvonat. Hallottak-e róla a kedves nézők, hogy ebben a vonatban nem lehet beszállni? Don't enter, nicht einsteigen. Lehúzom rólad a nézettséget, hogy benne vagy a videóban. Nézettséget, ott megy a Szergely. Igen, egy-két konténer, meg egy nem tudom mi mögött. Van előtte három tehervonat. Ja. Menetrend szerint 16 óra 9 perckor Győri és közvetlen kocsikkal Celdömölki közlekedő G10-es gyorsított személyvonat előreláthatólag 30 percet késik. Ez viszi közvetlen kocsikkal az embereket Celdömölkre. Ja nem, az egy régi bemondás amúgy, ami valószínűleg megmaradt, azt tették be. Egyébként valószínűleg a vonatszám, az a régi vonatszám, ami ehhez tartozott, az valószínűleg ugyanaz, mint a mostani G10-é, és lehet, hogy így maradt meg. Egyébként pont a Ricsivel beszélgettünk, hiszen ő is kint volt, hogy nem is emlékszik erre a G10-re, hogy Celdömölki közvetlen kocsikkal. Ezt írjátok már meg, hogy ez mikor lehetett, mikor volt utoljára ilyen vonat. Másik pedig, hogy nagyon szépen köszönöm továbbra is a támogatóknak, minden formátumú támogatóknak. Jövő héten, azaz a 21-ét meghaladva indulunk, hát egyelőre nagy valószínűséggel csak össze fog jönni a litván túra, de ha mégsem jön össze, akkor is egy nagyobb nemzetközi túrára megyünk, és természetesen a PayPal-os támogatók megkapják a plusz videókat, ahogy ugye a legutóbbi román túráról is készült plusz videó, és azt is tudom, hogy még nem mindenki kapta meg, de ennek egyébként többek között sokszor az az oka, hogy a PayPal-on nem tüntetitek fel az e-mail címet, de viszont kitaláltam, hogy még a mai nap folyamán, akik nem tüntették fel, őnekik a PayPal-os üzenetküldési funkció segítségével fogom átdobni ezt a videót, úgyhogy ahogy ez a videó kimegy, ugye a mai késő esti órákban számíthattok erre, így akkor mindenki biztosan meg fogja kapni még az előző plusz tartalmat. Ja, és nagyon szépen köszönöm, akik csak egy, nem csak egy, de akár egy palackkal is támogattak, továbbra is ott van a repontos QR kódom a leírásban. Nagyon szépen köszönöm, akik visszatérve gondolnak rám, ezt csak onnan tudom, hogy vannak ilyen kisebb települések,
ahol van mindig egy-egy ilyen fix bolt, ami feljön a repontba. Tehát gondolom, hogy ez az ott egy és ugyanaz a személy lehet. Nagyon szépen köszönöm. Hát ez a mai kis vlog videó, és csak ennyi lett volna itt a Sziget Expressről, ma ennyi fért bele, ugyanis hát itt voltak ma egyéb problémák, de következőben azért egy nagyobb témát fogunk felölelni, mintsem, hogy egy vonat szerelvénye elsuhan, ami azért szerintem érdekes, hiszen egy évben ilyenkor láthattok ilyen szerelvényt. Legyetek jók, minden a leírásban, nyomjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és találkozunk legközelebb is.